Ez a legfrissebb sorozatom, ez igazából egy teljesen konstruktivistának tűnő darabokból áll. Pap Sándor Dávid mutatja a kamerának legújabb alkotásait, amelyek most először tekinthetők meg Nyíregyházán a Városi Galériában. A jelenleg Budapesten élő, de a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolából indult fiatal művész a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, azóta számos kiállítást tudhat maga mögött. A Városi Galériában nyílt tárlatának angol címe Játékos utalás saját korábbi műveinek új tárlatba rendezésére. A cím abból ered, hogy amellett, hogy mellékhajtást is jelent, van egy olyan értelmezése, amiket főleg a filmsorozat rajongók biztos ismernek, hogy spin-off sorozatok, ami arra utal, hogy a meglévő filmprodukcióknak a mellékszereplőit tehát szánnak nekik egy külön sorozatban főszerepet, tehát megmarad a régi karakter, de egy teljesen más kontextusban, és én ezt úgy használtam föl magát a jelentés rétegeit, hogy egy több termes kiállításba beemeltem régebbi sorozatokból munkákat, illetve a legújabbakkal kevertem, és egy fiktív helyszínt vagy színteret alkottam ezáltal, szóval próbáltam párhuzamokat keresni a más tematikájú régebbi munkák és az újak között, illetve a régiek között is egy darabokat emeltem át, és végül is így jött a cím. A kiállítás anyaga a Városi Galéria három termében lett elhelyezve, amelyek együttesen a művész koncepciója szerint egy bevásárlóház különböző helyeit szimbolizálják, úgy mint a piactér, játszótér, valamint a talált tárgyak osztálya. Az egyes alkotásokat Pap Sándor Dávid különböző technikákkal készíti, amit mindig az adott téma dönt el. Általában a koncepció határozza meg, hogy mivel fog megvalósulni egy-egy adott munka. Erősnek gondolom a grafikus hozzáállásomat a munkák elkészítésénél, de fotográfia határterületeivel is, alternatív fotóval, tehát kamera nélküli fotogrammokkal is foglalkozom, illetve kisebb tárgyakat, objekteket is láthatunk, illetve szitanyomatokat, tehát klasszikusabb grafikai eljárásra készült munkákat is. Pap Sándor Dávid művészetének egyik alaptémája a kiállítást megnyitó Fekete József szerint a kapitalista társadalom kritikája. A Spin-off című kiállítást június 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők.